Ebben a néhány videóban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy mit mond az írás a fej befedéséről, és milyen fejviseleteket láthatunk, mint férfiaknál, mint nőknél. Még annyit hozzátennék, hogy nem azt mondom, hogy el kell fogadnia mindenkinek ezt, amit itt hallani fog. Én csak azt mondom, hogy ez az, amit én találtam ezzel kapcsolatban. Aztán mindenki eldönti, hogy milyen következtetéseket von le ezekből, illetve, hogy aztán milyen változtatásokat hajt végre az életében, vagy nem hajt végre. Azt sem mondom, hogy ez az üdvösség kérdése, hogy ki mit visel a fején, vagy hogy, vagy mikor. Én csak azt mondom, hogy azok, akik szeretnék járni ezt az utat, és közelebb kerülni ahhoz az úthoz, melyet az Atya kijelölt számunkra, azoknak ez tanulságos lehet. Én kezdeném azzal, ami a legtöbb problémát okoz szerintem mindenki számára, ez pedig Saul levele a korintusiakhoz, az első levél 11. fejezet 3-tól 5-ig, és ez így szól. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a másiák, az asszonynak feje pedig a férfi, másiáknak feje pedig Elohim. Megmutatja azt a rendszert, amiről már számtalanszor szó volt, az atya, a fiú, a férfi, a nő. Ez az a hierarchia, melyet a teremtő megalkotott. Ez nem az, amelyet a világ megalkotott, vagy az elnyomó férfiak, vagy bármi. Ez az a rend, melyet az atya megalkotott. Ezért működik így a világ, hiszen ez így természetes, legalábbis egészen mostanáig ez így volt. Minden férfi, aki befedett fővel imádkozik, avagy prófétán megcsúfolja az ő fejét. Az általános vélekedés szerint ez azt jelenti, hogy akinek bármiféle fejfedő van a fején, az befedett fővel imádkozik, és az megcsúfolja az ő fejét, ami ugye a másiák és illetve az atya. Ha azonban utána nézzünk, hogy mi is található a görög iratokban, az eredeti írásban, melyről fordították a Károlit, akkor láthatjuk azt, hogy két szóból áll a fej a befedett fővel. Az egyik, aki a falé, ami ugye a fejet jelenti, a másik a katá, ami annak a betakarását. A kefalé szó jelképezi a fejet, illetve jelenti a fejet, mely általában fejként szerepel az írásban mind a 76 alkalommal. Ez jelenti, a szó jelentése is ez. Fej, olyan értelemben, mint a héber res, ugye a feje az embernek, vagy pedig, mint egy vezető. Ugye ebben az esetben, mint egy uralkodó. Ugye a fej a jelentése, ez a Thayer's lexikon szerint, és itt található a héber kifejezés res, és ez a fejet jelenti, vagy szó szerint értelemben, vagy átvitt értelemben, akár vezetőt jelent, vagy uralkodót, vagy bár mester, vagy urat. A másik szó egy előjáró, mely katá a görög nyelvben, és ez a szó általában azt jelenti, hogy valami szerint, valami után, vagy valami ellen, valami ben, valami szerint, és az írásban a használata az azt jelenti, hogy lentről, vagy pedig teljes mértékben, valami szerint, valami felé, valami mentén. Az elsődleges azonban az, hogy lentről, és az, hogy teljesen. Ha megnézzük a Strong's definíciókat, akkor láthatjuk az írásban használt kata kifejezésnek a különböző jelentését, ugye a lefelé, vagy pedig valami szerint, valami ellen. Ha megnézzük a Thayer's görög lexikont, akkor láthatjuk azt, hogy lentről, vagy lefelé ezt jelenti maga a szó, illetve azt, hogy rendesen, vagy teljesen. Itt található az, hogy teljesen vagy teljes mértékben. Ha térben használja ezt a katászót, akkor ugye azt jelenti, hogy egy terület vagy hely, amin keresztül bármi is történik, vagy csinálva van tulajdonképpen, és meghosszabbítva van, vagy meghosszabbítva van. Szóval egy terület, amin keresztül valami történik, illetve ezen a területen keresztül valami áthalad. A jelentése az, hogy teljesen rendesen, vagy pedig lefelé keresztül valami. Valami mentén ez a másik jelentése, illetve használati módja. Valami felé, valamihez.
érdekes módon van egy újabb jelentése itt az, hogy valahonnan, és ez, hogy lefelé valahonnan, egy magasabb helyről, egy alacsonyabb hely felé, tetőtől talpig. Természetesen ez amennyiben össze van kapcsolva más szavakkal, de ilyen értelemben jelenti azt, hogy valahonnan. Teljes mértékben, amennyiben ugye ebben az összetételben használatos. Úgyhogy ha összerakjuk a kettőt, akkor látjuk azt, hogy a befedett, illetve a fej, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy teljesen elfedni azt. A következő példa a korintusiakban egyértelművé teszi ezt, de szerettem volna, hogyha megnézzük ezt a verset is. Persze mondom, mindenki eldöntheti, hogy mi az, amit ő gondol. A másik az, hogy nem vagyok egy görög szakértő, szóval csak összerakom azt, amit olvasok itt, de érdekes lehet mindenki számára. Szerintem a befedett fővel ezek alapján azt jelenti, hogy az egész fej el van takarva. 1 Korintusi 11.7-ben így folytatja Saul, mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő Elohimnak képe és dicsősége. Érdekes módon ez a befednie, ez szintén a kata előjáró szóval képződött, és a kalüptó szó összetételéből. Hogyha megnézzük, kata kalüptó, ez a befedni, a fej kefáli ugyanaz maradt, mint az előzőekben. Ez pedig a kifejezés. Kata kalüptó, mely egy ige, és annyit jelent, hogy elfedni valamit, elfátyolozni, vagy valakinek az egész testét elrejteni, befedni. A Strong's definíciója a szónak az, hogy teljesen elfedni, vagyis elfátyolozni, elrejteni, vagy befedni valamit. A Thayer's görög lexikon pedig azt mutatja, hogy elfedni valamit, befedni, elfátyolozni, vagy amikor valaki betakarja magát, vagy elrejti magát. Még annyit hozzátennék még egyszer, hogy nem azt mondom, hogy mindenkinek mostantól be kell fedni a fejét, én azt mondom, hogy ha utána nézünk annak, hogy mi van leírva, akkor ezt találjuk. Aztán innentől kezdve mindenki eldönti, hogy mi az, amit szerinte ez jelent, vagy pedig jobban utána néz a dolgoknak. Úgyhogy tegyük ezt mi is, és nézzük meg, hogy Smuel Bet 15-ös fejezetben, a 30-as versben mit olvashatunk. Dáud pedig felméne az olajfáknak hegyén, mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, mely vele volt, ki beborította fejét, és mentőkben sírának. Egyértelmű az a szövegkörnyezetből, hogy ez egy gyász, ez egy negatív, úgymond negatív érzelmi állapot, amiben vannak, és szégyenkeznek, és sírva mennek föl az olajfák hegyére. Egyébként a történetből kiderül, hogy a Fridládával kapcsolatos ez az egész történet, ami itt zajlik. A lényeg azonban az, hogy a fejét beborítva, mindenki beborította a fejét, és így mentek föl a hegyre. A kifejezés, melyet láthatunk ugye a fej betakarásával kapcsolatban, az a héber kifejezés. Strong's H 2645. Hafa. Hafa. Melynek jelentése betakarni valamit, vagy betakart, valami, ami be van borítva valamivel. Beborítva olyan értelemben, amikor például arannyal beborítanak egy szobrot, ugye ugyanezt a szót használja arra, vagy a lambéria, szintén ez a kifejezés az, amikor különböző elemekkel valamit lefednek, teljesen beborítani valamit, ezt jelenti az, hogy kafá. Érdekes módon ugyanazt jelenti, mint amit olvashattunk Saulnál, hogy befátyolozni valamit, beborítani valamit, védelmezni valamit teljes mértékben. Ha azt mondjuk, hogy aranyba foglalta, akkor az ez a kifejezés. Ha megnézzük a Gesenius Héber Kádeusi lexikont, akkor láthatjuk, hogy elfedni valamit, vagy befátyolozni valamit. Mint például a fejet. Védelmezni valamit,
úgy, mint bevonni valamit valamivel, úgy, mint arannyal a fát bevonni, vagy lambériával valamit körbe menni, védelmezni, bevonni. Ez az, amit ért azon, amikor arról beszél, hogy befedezze a fejét, hogy teljesen eltakarja az ember az egész fejét. Ha megnézzük az egész háttértörténetet, mely Shmuel Bet 15-ös fejezetben történik, akkor még inkább megértjük azt, hogy miért mondja Saul később azt, hogy ez szégyene a férfinak, hogyha befedezi a fejét. Ha emlékszik erre a történetre valaki, akkor tudja, hogy ez Absalomról szól, amikor is az embereket felbújtja tulajdonképpen Dávid ellen, és azt mondja, hogy ő egy igazságos bíró lesz, hogyha valaki megválasztja majd őt. És így az Izrael nagy részét maga mellé állítja, és Dávidnak menekülnie kell Jeruzsálemből, és magával viszi azokat, akik hűségesek hozzá. El akarja vinni magával a frigyládát is, de aztán úgy dönt, hogy mégsem viszi el, és otthon vagy prófétákat, papokat, és ő az, aki elmenekül azokkal, akik mellé állnak. Ugye ez a háttere annak, ahogyan ők mentek fel az olajfák hegyén sírva, betakarva a fejüket, sarú nélkül, azaz lábviselet nélkül az egész nép, és mindenki betakarta az ő fejét, és mentükben sírálnak. Ez az a háttér, ami ehhez a történethez kapcsolódik. Ha megnézzük ezt a kafá szót, akkor látjuk, hogy ez egy het, ami kerítést vagy falat jelent maga a piktografikus jele, és egyébként elválasztani, elkülönülni, vagy védeni valamit, vagy körülvenni valamit, vagy megosztani. Úgyhogy megjelenik a szó, tulajdonképpen a szó eredeti jelentése a karakterekből tevődik össze. Ez az első karakter védelmezni, körülvenni, elválasztani valamit. A második az egy pej vagy fej karakter, ami a szájat jelenti, ami dicséretet, imádatot vagy beszédet jelent elsősorban is, a parancsolatokat. Az utolsó karakter pedig a hej, ami egy felemelt kézzel álló embert jelent, ami csodálatot, ámulatot vagy kinyilatkoztatást, mint a jelenések könyve egy kinyilatkoztatást jelent, vagy pedig sóhajt lélegzetet, illetve magát a ruákot. Ha megpróbáljuk összerakni ezt a három karaktert, akkor arra is juthatunk, hogy ez a kafá szó, ez azt jelképezi, ami elkülöníti vagy elválasztja az ember lelkét, mind a kinyilatkoztatástól, mind pedig az imádattól és a dicsérettől. Olyan értelemben, hogy elválasztja az atyától. Ezért van beborítva az ember feje, hogy ez elválassza tőle. Ezért mentek föl sírva, ezért voltak szomorúak, mert ez jelképezi, ez a fátyol, ami az ember fején van, ez elválasztja az atyától fizikálisan és spirituálisan is. Még mielőtt tovább haladnánk, gyorsan második krónika Divrei Hayamim Bet, harmadik fejezet, ötös vers, így szó, derékházat pedig megbéleltetté fenyőfákkal, és finom aranyjal borítá be. Ez a szó beborítja, ez kafá, ugyanaz a kifejezés, amit az előbb olvashattunk, azaz teljesen bevonja, hogy védelmezze, illetve elválassza a külvilágtól. A hetedik verszakban, és beborítatá a háznak gerendáit, ajtó mellékét, falait és annak ajtait is arannyal, és metszete a háznak falaira kérubokat, szintén kafá, beborítatá, megcsináltatá a szentek szentjét, melynek hosszúsága a derékháznak szélességével arányban 20 sing, szélessége 20 sing, beborítatá kafá azt 600 talentum finom arannyal, a szegeknek súlya 50 arany siklus volt, felső helyiségeket is beborítatták kafá aranyjal. Tehát láthatjuk, hogy mit is jelent ez a beborítatá, a hatosban ez cafá, ami szintén hasonló, de egy másik kifejezés. Azonban ez itt mind végig kafá, ami annyit tesz, hogy valamit beborítani, vagy beburkolni, hogy védelmezzék azt. És elválasszák a külvilágtól, vagy valamitől. A következő történet Eszter Hadassah 6-os fejezet 1-13-ig. Tulajdonképpen az egész Eszter vagy Hadassah egy történet körül forog, ez pedig ugye a Méd-Perzsa birodalom fogságában vannak ekkor, ebben az időben. Az izraeliták
és az ő szenvedésüket és különböző harcaikat mutatja be. A lényeg az, hogy Hámán, aki Ahasvérus király második embere, az ő elpusztításukat egy fortéllyal tulajdonképpen elérte. Nem a gyakorlatban, csak megvan már rá a terve. És Márdokheus volt az egyik az izraeliták közül, aki a leginkább ellenállt, őt szerette volna Hámán felakasztani, és ezért éppen ebben az időben, a hatos fejezetben egy akasztófát ácsolt az udvaron, amikor a királynak ezen az éjjelen, illetve az ezt megelőző éjjelen egy álom felbolygatta az elméjét és nyugtalanította őt. Erre megnézte az emlékkönyveket, és megtalálta azt, hogy Márdokeus megakadályozott egy ellene, a király ellen, Ahasvérus király ellen irányuló merényletet, mire megkérdezte, hogy mi az, amit kapott Márdokeus ezért, és megmondták neki, hogy semmit tulajdonképpen nem kapott. Ekkor pedig behívatta Hámánt az udvarról, és kérdezte, hogy mit cselekedjen azzal a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván. Hámán azt gondolta, hogy ez ő lesz, majd így elmondta, hogy mi az, amit szeretne, hogy királyi ruhát, lovat és olyan dicsőséget, amit a király kap, és királyi koronát. Ezután ugye elmondta Ahasvérus, hogy ő Márdokeusra gondolt tulajdonképpen, előhozott a Márdokeust, Hámán megadta mindezeket a dolgokat Márdokeusnak személyesen, és ezután Hámán pedig ugye hazatért. Természetes az, hogy mindezek után le volt sújtva és szomorú volt, és szégyenkezett. 12-es vers így szól, és Márdokeus megtér a király kapujához, Hámán pedig siet a házába, búsulva és fejét betakarva. Tehát ő is betakarta fejét, ez kafá, ez a kifejezés, ugyanaz, amiről az előbb olvashattunk, ami szintén egy szomorúságot vagy szégyent fejez ki azáltal, hogy betakarja valaki, az egész fejét elborítja. Elválasztja azt a külvilágtól. Csak annyit szeretnék itt gyorsan hozzátenni, hogy nem véletlen az, hogy a temetésen az emberek fájtlat viselnek, különösen a nők, hiszen ez választja el őket a külvilágtól, és azt a szomorúságot, amit éreznek, azt így a külvilág nem látja. Az esküvői fátyol szintén elválasztja az embert a külvilágtól, azonban egy teljesen más oknál fogva. De ez nem lenne igaz, hogyha csak egy egyszerű fejfedőről beszélnénk. A fátyol jelentősége az, hogy elválasztja az embert a külvilágtól. Az esküvői fátyol jelképezi azt, hogy ez a nő el van választva a külvilágtól, és ő a férjéhez tartozik. Ennek az egyik megnyilvánulási formája, még akkor is, ha valószínűleg szélsőséges, az, amit a muszlimok viselnek, a muzulmán vallás követői, illetve az iszlám követői, ugye a nők elfátyolozzák a teljes arcukat, legalábbis az ortodox képviselői, ezzel jelképezve az, hogy ez a nő a férjéhez tartozik. Hadassa, vagyis Eszter 7-es fejezetben így folytatódik ez a történet, ez a végkifejlete ennek tulajdonképpen. Hámán és a király elmegy egy lakomára Eszterrel, és megkérdezi a király Esztert, hogy mi az ő kívánsága. Eszter elmondja a népe történetét, hogy ők hogyan kerültek a perzsa-méd birodalomba, és azt szeretné, hogyha csak szabadon engedné őket. Illetve hát legalábbis nem halnának meg. A szolgaság nem probléma, az a lényeg, hogy ne írtsák ki őket. A király megkérdezi, hogy ki az, aki ezt az egész tervet kifundálta, ekkor elmondja neki Hadassa Eszter, hogy Hámán volt az, dühös lesz a király, és elhagyja ezt a vacsorát. Ekkor Hámán könyörög Eszternek, Hadászának, hogy kegyelmezzen meg neki, és az ő ágyára borul, Eszter Hadásza ágyára. Ekkor érkezik meg a király, és látja, hogy Hamán ott van az ágyon, és ugye azt gondolja, hogy erőszakot akar elkövetni rajta, és ekkor kiadja a parancsot, hogy akasszátok őt fel, ezután felakasztják Hamánt, és így megmenekül Márdokeus, Hadásza, Eszter, illetve az egész izraelita nép ettől a veszedelemtől. Ebben, ami érdekes, az az,
ami a 8-as versben olvasható, és mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esik az ágyra, melyen Hadásza Eszter volt. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén én nálam a házban? Ekkor ugye félreért a helyzetet, de hát ekkor már mindegy volt Hámánnak igazából. Amint a szó kijött a király szájából, Hámán arcát befedék, azaz Khafa. Elfátyolozzák, beborítják, eltakarják a világtól, hiszen ez a szégyen és a gyásznak a jele. Még egy példát meg fogunk nézni erre a szóra, hogy Khafa. Ez pedig Jeremiáhu 14-es fejezet 3-as, illetve a 4-es vers. Fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket vízért, elmennek a kutakig, nem találnak vizet. Visszatérnek üres edényekkel, szégyenkeznek, pironkodnak és befedik fejüket. Khafa. A föld miatt, mely retteg, mert nem esett eső a földön, szégyenkeznek a szántóvetők és befedik fejüket. Khafa. A proféták folyamatosan arra figyelmeztették Jesrael népét és az izraelitákat, hogy térjenek vissza az útra, melyet az atya kijelölt számukra. És ez szinte mindig kudarcot vallott, hiszen ugye ez a végkifejlete is a könyvnek több-kevesebb sikerrel, de általában kudarccal végződött. A lényeg az, hogy a szégyenkezés és a pironkodás az ezt fejezi ki, hogy ők eltávolodtak az úttól, hogy úgy élnek, mint a pogányok, és letértek arról az ösvényről, melyet a Torával, az instrukciókkal az atya kijelölt számukra, ugye Malákia Hua az angyalán keresztül. Az, hogy elmennek a kútig és szárazság van, illetve az, hogy nincs eső, ez mind-mind a büntetés ezért. Ezért szégyenkeznek, hogy nincsen víz. A víz természetesen az ő szava, ami életet ad. A Mashiach volt ugye az életet adó víz, aki őt isz, az örök életet nyer. Ugye ilyen értelemben az eső és a víz mindig erre utal, ezért szégyenkeznek, és pironkodnak, és befedik a fejüket. Ezért mondja azt, hogy a fej befedése és eltakarása az azonos a szégyennel, illetve a szomorúsággal, vagy a gyásszal, hiszen eltakarja azt a külvilágtól, elválasztja azt, és az ember bezárul magába, és egyedül marad. Elválasztja az atyától. Végezetül térjünk vissza Saul Korintusiakhoz írt első leveléhez, a 11. fejezet 4-től 7-ig, csak hogy újra megnézzük ezek tükrében, amit már most értünk. Minden férfi, aki befedett fővel imádkozik vagy profétál, megcsúfolja az ő fejét. Értve mindezt, amit eddig megtudtunk, az a szó, hogy megcsúfolja, az a görög kifejezés. Strong's G 2617, Katais Huno, Katais Huno. Mely annyit jelent, hogy megszentségteleníti, tiszteletlen, illetve megszégyeníti, vagy megszégyenül maga. Valaki, aki meg van szégyenülve, elpirulva, bárki, akit megszégyenítenek, vagy pedig lenéznek. Pontosan úgy, ahogy Jeremiáhu, Jeremiás 14-es fejezetben olvashatjuk, a 3-as, 4-es fejezet szégyenkeznek, pironkodnak, ugyanúgy, ahogyan itt mondja, szó szerint azt írja, hogy elpirul valaki szégyenében, szégyenkezik, megszégyenül, becstelenít, illetve nem tisztel valakit. Ezt a kifejezést használja. Szégyenkezik, pironkodja, és eltakarja az egész fejét, befedi. És utána megismétli, hogy szégyenkeznek a szántóvetők, befedik a fejüket. Ezért mondja a Saul, hogy ne fedje be a férfi a fejét, hiszen ezzel kifejezi azt, hogy ő szégyenkezik, és nem tiszteli az atyát, hiszen eltakarja a fejét, hiszen az ember ezt csak bizonyos esetekben teszi meg. Hetes pedig, mert a férfiúnak nem kell befedni az ő fejét, ez ugye ez a katakalüptó kifejezés, amivel azt mondja, hogy nem kell befednie, elfátyoloznia az egész fejét, vagy eltakarnia. Most, hogy látjuk azt, hogy mi az, amiről Saul beszél, és mi az, amit nem kell csinálnunk, a következő részben meg fogjuk nézni azt, hogy mi az, amit viszont az írás előírt, és mi az, amit javasol a fej befedésével kapcsolatban a férfiaknak. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!